Sziasztok! Ez most egy szomorú videó lesz, mert bizonyára észrevettétek, ha láttátok az előző videónkat, hogy ott voltunk anyuéknál, és az ilyen videóknak mindig megvannak a kvázi kötelező elemei. Tehát bemutatjuk, hogy mi mennyire, tényleg mennyire nagyon szeretjük a családunkat, és hogyan élünk mi olyankor, amikor otthon vagyunk anyuéknál. És ezeknek a videóknak kötelező eleme szokott lenni Dolly kutyus, akit tényleg imádunk, és még most is imádjuk, de nyilván már kitalálhattátok a videó címéből is, hogy Dolly már nincs velünk. Sokat gondolkodtam, hogy készítsünk erről a témáról videót, de aztán úgy voltunk vele, hogy egyébként nagyon sokan kérdeztétek az előző videó után, hogy Dolly miért maradt ki a videókból, és ez egyébként nagyon jól esett nekünk, mert hiszen Dolly is családtag, mi őt a mai napig úgy tekintjük, hogy ő családtag. És amikor sokan kérdeztétek, hogy miért nem volt benne a videóban, akkor úgy gondoltuk, hogy az ő emlékére elkészítjük ezt a kis videót, mert tényleg nagyon szerettük őt. Nagyon sokáig élt, szerencsére, tehát 15 éves volt, pár hete múlt ki szegény. Emberi életkorban számolva 105 éves volt, tehát igazából lehetett rá számítani már, hogy ez fog történni, de azért ezzel a gondolattal nem lehet megbarátkozni, mivel nagyon-nagyon szerettük őt. Láthattátok is, az eddigi mindegyik videónkban benne volt, amikor anyuéknál otthon voltunk, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezzel a kis videóval így elbúcsúzunk tőle. Összeszedtük azokat a pillanatokat, amikor annyi örömet szerzett nekünk, ennél sokkal többet, csak egy részét mutattuk be ugye a videókban. Molly még egészen kicsi volt, amikor elkezdtük a videózást, és akkor már Dolly is ott volt a videókban. Hát akkor most elbúcsúzunk tőle, és nagyon köszönjük neki ezt a csodálatos 15 évet. Amikor innen sétáltunk eddig, hátrafelé, itt a kertben, akkor megszokott látvány volt, hogy ott a kerítésnél feltűnt Dollika feje, és hát ugye a hangját hallottuk már jóval előbb. Bármikor beléptünk a kapun, akkor ő már nyűszített, már ugatott, mert örült nekünk, és köszöntött bennünket, és azt akarta elérni, hogy minél előbb ide jöjjünk hozzá, még mielőtt bármit csinálnánk, mert ugye mindig hoztunk neki finomságokat, és nagyon szerettük őt mindenki. De ebből már kitalálhattátok, hogy sajnos Dollika soha többet nem fog itt várni bennünket. Ezt a kaput mindig gondosan bezártuk magunk mögött, hogy ne tudjon Dolly kiszökni. Sajnos most már nyugodtan nyitva maradhat. Nem fog rajta kiszökni. Istenem, mennyit kergetőztek Mollival ebben a kertben. Istenem. Nehéz megszólalni. Most megpróbálom visszaidézni azokat a pillanatokat, amikor itt kergetőztek. Molly még egészen kicsi volt. A kutyus is. És itt kergetőztek, itt szaladgáltak leföl, olyan aranyosak voltak, annyira szerették egymást. Dolly itt bebújt minden lehetséges kis résen, itt oldalt, utána kiszaladt itt a másik oldalon. Molly próbálta kergetni, akkor elkapni, utána a kutya kergette őt, aztán mondjuk főleg Molly a kutyát. Itt ott bebújtak arra, akkor erre kijöttek egyszerűen. Öröm volt hallgatni a hangos kacagást, és a kutya is nagyon élvezte. Jaj, de szép vagy, Dolly. Itt vannak a tálkái. Ezek is üresek. Istenem, mennyi finomságot kapott. Nagyon jól tartottuk ezt a kutyust. Hát főleg anyuék, de amikor jöttünk, akkor mi is. Mivel a kutyusunk Dolly természetesen teljes értékű családtag nálunk, ezért neki is jár a karácsonyi ajándék. Most megyünk és átadjuk neki is.
Ez itt Dolly karácsonyi ajándéka, egy jutalomfalat és egy kutyafogkefe. Most megyek és átadom neki. Szia Dolly! Hello, drága! Szia, Dolly! Boldog karácsonyt! Hoztunk neked ajándékot, mutatjuk, jó? Dolly, add oda neki, Mollika, mert már tök izgatott. Hú, de jó! Elviszed, Dolly, nem! Nem vesszük el tőled, hidd el! De drága vagy! De szépséges vagy, Dollikám. Szia, édes babám. Mutasd már azt a gyönyörű, édes kis arcodat. Hát látott már valaki ilyen szép kutyát? Biztos, hogy nem. Szia! Szia, szépségem! Szia! Hello! Hát ki a legszebb kutya a Földön? Ki a legszebb kutya? A Dolly! Nagyon jó kis kuckója volt. Bélelt volt kívül-belül, hogy nehogy fázzon. Nagyon szerettük. Volt még egy másik rezidenciája is Dollikának. Élete vége felé főleg itt tartózkodott. Hegyem a szívét, már nem is nagyon hallott jól. Itt volt bent mindig, ide bújt el, és egészen közel kellett jönnünk, amikor szólítottuk, mert nem hallotta már. Jövünk, Dollika, jövünk, szívem. Dolly, hol vagy? Szia! Szia, Dolly! Szia! Jaj, hát ő a mi Dollink. Imádjuk, szeretjük. Milyen nagy vagy, Dolly, te jövő. Gyere, Dolly! Teljesen a gyapjátok. Szia! Jól van, jól van. Szia, Dolly! Hát ez igen. Hát ez az. Meg kell kapd a simogatás odagoda. Így van, de szép vagy. Mindig kiveszem a csípát, mert tele van csípával. Igen. Jó, hát muszáj. Hát neki is kell a kis kozmetika. Neki is jön. Persze, kell is kozmetikálni. Jaj, imádni való vagy. Dolly, de cuki vagy. Most akkor jöjjön még néhány további videó részlet az elmúlt évekből. Most pedig megyünk és átadjuk Dollynek az ajándékokat. Szia, Dolly! Szia, te gyönyörűség! Hát hello, itt van a cimborád, Mollika. Gyere, drágám, nézd, mit hoztunk neked! Nagyon finom falatokat. Oda nézz! Molly mindegyikből ad neked most egyet, jó? Jaj, de szép kutya vagy, Dollikám. Hát boldog karácsony, drágaságom. Nézd csak, Dolly! Hú, de finom! Ez nagyon menő, ilyen szalonnaszerűség. Ide nézd, Dollika. De édes vagy! Annyira imádom, mikor egy állat ilyen jó ízűen eszik. Most fogad kell mosnod, úgy. Elviszi. Hú, ezt elviszi, biztos helyre. Igaz, Dolly, nem zavarunk meg, drágaságom, csak egyél. Hát boldog karácsony, te szépséges, drága kutya. Imádom, hogy ilyen jó étvágya van. Ó, hát ez mi? Mit találtál? Ezt a Dollynak hozta a nyuszi. Dollynak hozta? Ez a nyuszi, milyen rendes. De tényleg, akkor nézzünk még szét, hát ha van még. Hát ha. Itt is van valami. Ezt is a Dollynak hozta. Ezt is Dolly kapta? Az igen. A miénk a legvagányabb és a legrendesebb nyúl a világon, de na, tényleg. Na, most adjon neki. Oké. Okay. Na, nehogy a kutyus is kap ajándékot a nyuszitól, hiszen ő is teljes értékű családtag. Hát szia, gyönyörűséges kutyus! Nézd oda, mit hozott neked a nyuszi! Nézd oda! Szépséges Dolly! Olyan szépen veszi el a kezéből. Nagyon. Olyan édes, drága kutya vagy, Dolly! Szia, te szépség! Hát nézd ide, de gyönyörű vagy! Te arany, drága kutyus, Dolly édes! Hoztunk neked finomságokat!
Hát de gyönyörű kutyus vagy, igaz? Nézd, Molly, mit hozott neked? Ezeket a töltött párnákat imádja Dolika. Doli! Gyere, Doli baba! Adok neki kettőt. Jó. Jaj, de finom. Jaj, de finom ennek a drága kis kutyinak. Az az édesem. Egyél csak, szépséges, szépen, drága kutyi. Szia, gyönyörűség. Úgy van. Hoztunk ilyet is. Nézd, drágaságom. Ezt is nagyon szereted. Nézd. Azaz. Úgy van. Jól van, édesem. Egyem meg a szívedet. Gyönyörű, szép kutyus vagy. Egyet csak, te drága. Ezeket a nasikat annyira szereti ez a kislány. Doli, most sem maradhat el. Miket hoztunk neki? Van ilyen keks. Ú, ezt nagyon szereti. Ilyen kis, hoppá, ilyen kis töltött keks. Ilyen. Ezeket imádja, úgyhogy most ebből fog kapni. Meg ezeket a ilyen kis jutalomfalatokat, ez ilyen többféle, ezeket imádja. Szia, drága kis Dolly, most nem engedünk ki, jó cica, mert akkor össze-vissza ugrálsz, csak kapod a finomságot. Dollikám, kicsit megharaptál, figyelj, inkább oda bedobom neked. Hát ez a drága kutyus nincs többé. Itt adtuk neki általában a sok-sok finomságot, amit hoztunk. De most már nincs. És anyu azt mondja, nem is lesz több kutya. Elég volt a fájdalomból. Elveszítettünk már néhány kutyát. Elég volt.